aki a rockzene rajongója, azt számon tartja, hogy minden évben hatalmas bulival készülnek a szervezők a Fonyódi Rock Balatonon. Idén sem volt másképpen, augusztus 8-a és 11-e között került megrendezésre a négynapos őrület, melyre az ország minden részéről érkeztek rockerek. A fesztivál első napján jó cél érdekében is adakozhattak a fesztiválra érkezők, véradási ponton segíthettek az arra vállalkozók. A színpadon a Burnout, a Dorothy, az Ossian és a Rod zenekar korbácsolta fel a hangulatot. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, amúgy sziasztok! Sziasztok! Nagyon jól éreztük magunkat, a Fonyódi koncert mindig nagyon jó szokott lenni, és ez idén se volt másképp. Így van. Ez volt a jubileumi második koncertünk, úgyhogy ez meg is ünnepeljük majd. Igen, ugye nyár van, itt vagyunk a Balatonon, nagyon laza a hangulat, és tavaly is nagyon jó volt a közönség. Én úgy éreztem, hogy idén meg még rátettek még egy szintet, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Én kifejezetten úgy gondolom, hogy a Fonyódi közönség az jobb, mint a boglári. Tehát azért látszik ez a pár kilométer. Itt sokkal többet tapsoltak, volt, aki hahutázott is, úgyhogy szerintem jó volt. Fonyódi közönségnek azt üzennénk, hogy sokan voltunk, de nem voltunk elegen, úgyhogy gyertek jövőre kétszer ennyien, léci. Azt mondom most vagy soha, amit tettünk meg ne bánj. Hisz a sorsunk mostoha, a pécet mostora, velünk jó lepánk. Az a reménység, a lelki személyiség, mert a bolond is látja át. A fajtán elveszek, aki majd elvezet. Egy nap egyetlen női fellépője, a Dorothy zenekar hihetetlen energiákat szabadított fel a színpadon. Nagyon szeretünk minden évben ide visszajárni. Ez volt talán a harmadik bulink itt, igaz? És mindig jól sikerült szerintem, és imádjuk a Rock Balatonos közönséget. Hát én nagyon jól éreztem magam a színpadon, de szerintem amúgy mindhárman, tehát csajok nevében sajnos így nem beszélhetek. És reméljük jövőre is fogunk találkozni. Tényleg, amit Dodó is mondott, már teljesen hazajárunk lassan, ide hozzátok. Nagyon jó érzés látni, hogy sokkal többen voltak szerintem, mint az elmúlt években, illetve azt is nagyon jó látni, hogy buliról bulira egyre több Dorothy feliratú, pólós fiatal lány meg fiú jelenik meg a közönségben. Ez nekünk mindig ilyen spanoló, és látjuk, hogy éneklik velünk a dalokat, ez nagyon jó érzéssel tölt el minket. Ahogy telnek az évek, és ahogy látják azt, hogy még mindig vagyunk, és még mindig csináljuk, és gyakorlatilag hála jönnek felfelé tart az egész, szerintem elfogadtak minket, megszokták azt, hogy vagyunk,
hogy találkoznak velünk a backstage-be, színpadról pakolunk le mi is föl. Szerintem ez már nem kelt bennük rossz érzés, hanem egy megszokott dolog az, hogy lányok jönnek, mennek, és hogy a Dorothy van. Vége folyamán több olyan zenekarral is találkozhattunk, akik nélkül elképzelhetetlen egy igazi rockfesztivál. Ilyen többek között a több évtizedes múlttal rendelkező Ossian is, akik a fesztivál első napján érkeztek Fonyódra. A koncert előtt volt lehetőségünk beszélgetni a zenekar frontemberével. Mi egy komoly országos turné kellős közepén vagyunk, sőt inkább már a kétharmadánál. Egy szépen összeállt programmal, régi és új dalokkal, az új lemezről is, az áprilisban megjelent Reményhozról is játszunk dalokat, de ugyanúgy nagyon régi, akár 30 éves dalokat is játszunk. Családi zenekarrá alakultunk, több generáció, néha komplett családok jönnek, akár még nagymamák is eljönnek, nagyon aranyosak. Én remélem mindenki jól fogja érezni magát, egy nagyon tündéri aranyos közönségünk van. Érezzétek jól magatokat, mi mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. Melyik koncertre jöttetek? Hát mindegyikre. És hogy érzitek magatokat? Nagyon jól. Ossian nagyon jó volt. Egész hétvégén itt vagytok? Nem, csak a mai estére jöttünk. Melyik koncertre jöttetek? Erre az Ossianra most. Csak ezen az egy napon vagytok itt, vagy egész hétvégén? Csak ezen az egy napon most. Akkor nem is kirándultak itt Fonyódon? Nincs idő? Hát csak ma kirándultunk, de már sokszor jártunk erre, úgyhogy már nem annyira ismeretlen. Mi a véleményetek Fonyódról? Jó, nagyon szép, tetszett, amennyit láttunk belőle legalábbis. Szia, honnan érkeztetek? Ajkáról. Melyik koncertre jöttetek? A Roadra és meg az Ossianra is. Ezen az egy napon vagytok csak itt? Igen. Fonyód, hogy tetszik? Volt egy kis időtök kirándulni? Hát még nem, mert edzésen voltam, aztán utána jöttünk ide. Melyik koncertre jöttetek? Az összesre. Egész hétvégén itt vagytok? Így van. Fonyót, hogy tetszik? Nagyon-nagyon-nagyon. Mit csináltok napközben a koncertek előtt? Ha anyukám is látja, akkor mindenféle kulturális programot, ha nem látja, akkor iszunk. A nyitónap utolsó fellépője a Road volt. Őrületes színpadi showval egybekötött koncerttel zárták a fesztivál első napját. Tulajdonképpen az egész nyár nekünk a jubileum jegyében telik, ami azt jelenti, hogy a nyári fesztivál turné időszaka alatt egy ilyen átfogó 15 éves jubileumi best of műsort hoztunk el valamennyi koncertre. Néha érzékcselegetjük a dalokat,
igyekszünk nem mindenhol ugyanazt a műsort adni, és hát rengeteg különböző látványeffektel van megtámogatva még amellett a műsor, hogy a kedves, meg a kedvenc dalokat eljátsszuk. Úgyhogy ma este is egy jó kis Best of Bulira készülünk itt Fonyódon. Egy-két évvel ezelőtt nagyon, nagyon kifogtuk, mert egy óriás vihar közeledett, és már akkor tépázta itt a színpadot, meg az eső megtizedelte a közönséget, úgyhogy most, hogy így látjuk azt, hogy tiszta az ég volt, gyakorlatilag már délután is volt egy kis eső, de mindenképpen úgy készülünk, hogy ma este egy száraz és boldogságos buli lesz. Nekem a sógoroméknak van lent itt egy nyaraló, hogy néha lejutunk ide, meg a környéket is, tehát itt a Balaton partja az ilyen eléggé népszerű nálunk otthon, a családban is, meg a zenekarnál is, úgyhogy ja, járunk erre a vidékre. Jó nekem így, elvesztem a fejem, tudom, hogy máshol lenne most a helyem, lesz ahol a meló, úgyis megvár, azért a pénzért tényleg nem kár, én nem fogok mellén az élni, itt az idő, most kell élni, az élet pedig csak rólunk szól, a buli, a csajok, rock and roll! Vágok, hallok, érzek, mint az élet, megint jár a lóvám, mint világon semmi majom, jó a banda, sör megmondja, csinni pénzért ki nem hagyom, pénzre seggel, annak fejjel, minden ember azt vár nekünk, elinduljon, elinduljon, ha itt a nyár, megint. Legyen végre, megint nyár! Fesztivál második napjára ismét szép számmal gyülekeztek a színpad előtt a rockzene kedvelői. A délutáni nyitást a Phoenix RT zenekar zúzása követte. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, vártuk ezt a bulit nagyon, imádunk a Balaton mellett játszani, többször is volt rá lehetőségünk, itt Fonyódon még nem voltunk, úgyhogy ez egy kiemelkedő állomás, mondhatom azt a nyári turnéból, és szokták mondani, hogy hálátlan feladat elsőként fellépni egy fesztiválon, de tökre meglepődtünk, mert nagyon-nagyon örültünk, hogy ennyien voltak, és hogy ennyien Phoenix RT pólóban tombolták végig a dalokat. Meg hozzátenném, hogy nem is vagyunk hozzászokva a másfél órás műsorizőhöz, de én azt gondolom, hogy ettől így elfüggetlenül nagyon-nagyon jó volt a buli. Én nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek, mert igazából, hogyha én jöttem volna koncertre, én nem biztos, hogy kijövök.
Az idei 2019-es év a zenekar számára lemezbemutató év, hiszen tavaly decemberben jelent meg az új lemezünk, és főként új dalokat játszunk, de mindenképpen kötelező darabokat, kötelező dalokat, amik úgymond a mi zenekarunk slágerei, azokat eljátszuk természetesen, és aztán pár nappal ezelőtt tudtuk meg azt, hogy nem csak egy órát játszhatunk, hanem másfél órát, szóval tegnap még volt egy próbánk, és ott még olyan dalokat is összeráztunk, amit régebben játszottunk, és így állt össze ez a 16 dal, amit sikerült eljátszani ma. Itt a közelben Lellén is csomószor nyaraltunk, és akkor általában átjöttünk Fonyódra is. Szeretek nagyon itt lenni a Balatonnál. Ian Döpi kora esti előadóként igazán zúzós hangvételű koncerttel érkezett. Idefele abba próbáltuk összerakni azt a szettet, hogy másfél óra az időnk, és hogy próbálunk egy picit kedvezni a régi rajongóknak is, meg az új rajongóknak is. Általában a fesztiválokon 60 percet szoktunk játszani, ez most egy kicsit több lesz, úgyhogy ezt szerint alakítottuk, de mindenféleképpen lezúzunk mindenkit, és felszentjük, és megátkozzuk a színpadot, meg mindenkit. Majdnem minden fesztiválon ott voltunk, ahol ezzel a zenével el tudtunk jutni, nagyon jól éreztük magunkat. Igazából az egyik legjobb nyári fesztivál turnénk volt eddig messze. Hát terveztünk egy ilyen éjszakai fürdőzést csonton. De várjál, a probléma az volt, hogy elfelejtettünk úszon a regoszodni, pedig én gondoltam, hogy beírom a csapatba a gyerekek, hozunk fürdőn a regoszodni, hiszen itt van valahol a Balaton a szánkba, de hát elfelejtettük, majd maximum majd mesztelenül, vagy alsógatyában, vagy valahogy. Még egy csobbanás még tervezünk, úgyhogy meglátjuk, mi szerint alakul az este, aztán meg kitaláljuk. Melegnek köszönhetően a sörsátrakban is egyre többen fordultak meg, ahol a koncertek között kisebb rockkoncertek várták az éppen megszomjazókat vagy megéhezőket a koncertek szüneteiben. A Leander Kills koncertjének kezdetére ismét megtelt a nézőtér. Oh,
Idén nagyon sokat készültünk a Leander 10 koncertre, ami augusztus 19-én lesz Budapesten, úgyhogy minden időnket az emészti fel, de ezekből az energiákból hozunk azért ide is. Figyelj, meg, marketing szakember. Meg így van, holnap megjátszunk az Emin kint. Új az új lemez, nagyon új az új lemez, annyira februárban jelent meg, és erről vannak új dalok. Nyáron, hát nem, nincs más szettünk. Ugyanazt szoktuk, mint ősszel télen, és ha vannak új dalok, akkor egy picit variálunk, ennyi. Imádom Fonyódot, itt a Balcsi, minden frankó. Nincs annyi időnk, de mindig eltervezzük, hogy akkor most lejövünk délre, és akkor a koncert előtt egy pár órát tudunk klubickolni, hát ez ma se valósult meg, de majd jövőre. A Depresszió együttes zárt a koncertjével a második napot. Most egy új lemezt vezetünk fel, nyilván játszunk egy új dalt is a szeptemberben megjelenő új lemezről. Azon kívül az elmúlt 19 évünkből készültünk egy csokorral, kicsit eltérő a megszokottól, helyet kaptak benne ritkaságok is, meg ilyen régebben játszott koncertfavoritok, és ugye azt lehet mondani a turnén, és azt látjuk a közönségen is, hogy eléggé örülnek is, meg már ki voltak éhezve ezekre a dalokra, úgyhogy bízom benne, hogy ma este is ez fog történni. Fonyódott abból a szempontból, hogy már gyerekkoromban is ide jártam táborba, tehát én abszolút ismerem a települést. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy sajnos ilyenkor nem rohanás, egyik helyről megyünk, ugye a zenekarnak nem csak a fellépésekből állnak, hanem számtalan ezerféle feladatból a beosztása, úgyhogy ilyenkor ennyi időnk jön, vagy jut, de hát nyilván ezért vagyunk itt, hogy koncertezzünk. Valaki felírta ezt 99-re a Wikipédiára, ami egyébként viszonylag helyes lenne, az eredeti történet az úgy hangzik, hogy mi 97-ben kezdtünk el a dobosunkkal, Nagy Dáviddal együtt zenélni, és amikor, de ezek ilyen gimis bulik voltak, meg hasonló dolgok, és amikor négy tagú lett a zenekar, tehát csatlakozott hozzánk Hartman Ádám gitáros, akkor döntöttünk úgy, hogy na akkor vegyük komolyan, tényleg jelenjen meg az első lemez, és ez 2000-re datáljuk, tehát jövőre lesz 20 éves a zenekar. Elsődlegesen az új lemez a fontos, ugye erről el lehet mondani, hogy 2019. 9. hó 9-én jelenik meg a 9. lemezünk 9 dollár és 999 forintért, ezt kimaxoltuk természetesen. A címe nem az lesz, hogy 9, hanem az, hogy nehéz szó. Nyilván most ez a legfontosabb számunk. Aztán nyilván hát a jubileumot igyekszünk a lehető legméltóbban megünnepelni országszerte a közönséggel majd jövőre. Saját bőrtörébe zárva, folyton a nagy csodákra várva, így
közönség, és nincs különbség. Köztük és köztem a hallgatok arról, amit ki nem állatok, és nem cselekszem, csak a földön fekszem. A közöny néha én vélelem, a lelket fogja az értelem. Én megértem. A fesztivál harmadik napjára az elmúlt napoknál több látogató érkezésére lehetett számítani. A koncertek sorát a Dongattó zenekar kezdte. Nagyon élveztük ezt a produkciót, meleg volt, ezt megvallom. Jó volt, fasza volt, tök jó szólt a színpad, gratulálunk a szervezőségnek. Nagyon örültem, hogy ilyen sokan voltak. Megtáncoltattátok, megfuttattátok őket? Igen, igyekeztünk, és megtiszteltetés volt a részünk, hogy a Fonyódiaknak játszani. Köszönjük szépen! Este az AVS Robbant Be koncertjével. Nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan is ilyen kedvesen végighallgatták a zenénket, és hogy ilyen jó energiák szabadultak fel a színpadon és a színpad előtt is. Mit szóltok a Fonyódi közönséghez? Abszolút nagyon jó fejek voltak, és mivel hogy itt így először játszunk, ilyen formában így nagyon-nagyon jó érzés, hogy ilyen jó fejek voltak.
Szerintem elég barátira sikerült így a koncertet, bevettétek a közönséget is minden tekintetben. Ez minden koncerteteken megszokott? Roni? Szerintem majdnem minden koncert végére ez így megtörténik. Az elején kicsit mindig ilyen ismerkedünk, aztán a végére belejövünk és imádjuk egymást. Fonyódot egyébként ismeritek? Jártatok már itt? Rengetegszer itt is, de egész Balaton környékén, meg így a Fonyód környékén. Gyerekkorunkban is sokat nyaraltunk. Mondjuk Fonyódon pont nem, de így a környéken szerintem elég sokat. Déli partot végig túráztuk, északi partot is végig túráztuk, úgyhogy imádjuk. Roniéknak Balatonmária fürdőn volt nyaralójuk, és mindig hozzá jártunk le ide itt a déli partra. Jó sokat. Mit üzennétek a közönségnek? Nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy találkozunk jövőre is. Mutassátok ki minden nap azt, hogy fontos számotokra a másik, és hogy mutassátok ki a szeretetet. Mert hogy úgy sem tudod, és soha nem fogod tudni, hogy hány kibaszott perc van hátra az életedből. Következik a Viszlát nyár. Idén 40 éves Kártágó koncertjére ki lehetett volna tenni a megtelt táblát, olyan sokan érkeztek a délután folyamán a fesztivál területére. Azt mondtam, már nem találod, célt miért egykor indultál? Ha elfelejtem, s nem kerestem, egyre veszem, elkerülted önmagad! Azt nem érted, hogy elfelejted, s nem kerested, vágyaid már nem érheted. De minden érvnél, minden szónál, s a minden után, többet ér, ahogy is élsz. Itt Fonyódon mindig jól érzem magam, itt jó a levegő, jön a Balaton felől a nedvesség a hangoknak. Csodálatos közönség van, egy nagyon komoly sűrítmény a közönség, akik úgy meg is lett hirdetve, nem tudom pontosan, hogy milyen szlogerekkel, de hogy vannak más helyek, ahol nagy bulik vannak, de ott mindenhol ezek a komputeres vackok mennek, és ez egy olyan hely, ahol élőzene van, ahol rockerek vannak, tehát igazi egy férfias hely, nagyon nekünk tetszett, férfias nő, de mindegy, a nőket se zárjuk ki, csak hogy olyan, akiknek van vér a pucájukban, tehát nagyon erős a hely maga, tehát nagyon pozitív kisugárzása van. Ez segített minket. A másik meg a 40 éves, én úgy szoktam mondani kicsit furán, hogy más zenekarokban azért vannak tagcserék, mert mindig van egy-két hülye, aki kilóg. Itt nálunk mindenki teljesen abnormális, úgyhogy mi együtt tudtunk maradni 40 évig. Ez egy jó zenekar, és közben tehát agyilag teljesen, mentálisan teljesen hülyék vagyunk, viszont szakmailag meg mindenki toppon van.
hogy szerénytelen legyek, és ez működik. Dicsőség az Úrnak, nagyon sok bulink van. Én úgy veszem észre, és más kollégáknak is sok bulija van, tehát azt veszem észre, hogy az ifjúság is rájött arra, hogy nagyon jó dolog komputereket programozni és puttyogni, de azért amikor ott áll a színpadon egy férfi vagy egy nő, és gitározik és dobol, és azért az pótolhatatlan. És ebbe a hullámba, ebbe a, hogy mondjam, ilyen világosodás zenei értelemben, ebben mi is beleférünk ebbe a szórásba, és nagyon komoly. Tehát azt hiszem a 40. bulink volt a tegnapi vagy a mai, és holnap is megyünk még. Tehát nagyon sok koncert van, hála Istennek. Volt egy fiú, és volt egy lány, s a fiú elindult az álmok útján. Volt egy fiú, és volt egy lány, s a lány még most is várja talán. Elindult a fiú a fénye útján, elhitte az álmok furcsa hangját, csalók a szívét. De ugye eljössz még, ugye eljössz még, ha hallod majd az elefánt dübörgést, ugye eljössz még. Talán eljössz még, mi várunk rád, ha szól a dübörgés. A Pokolgép zenekar mindig nagyon jól érzi magát a koncerten, és egy ilyen körülmények között, mint ahogy Fonyódon, egy gyönyörű környezet, fantasztikus közönség, itt már fel vagyunk kicsit dobódva, úgyhogy nagyon várjuk a koncertet. Te hogy érzed magad? Hát annyit tudok hozzáfűzni, hogy nagyon kedves barátaink itt Fonyódon szálltak meg, és meghívták a zenekart egy ilyen bográcsolásos mindenféle dolog, és nagyon köszönjük nekik is, meg tényleg azt, hogy itt vagyunk egy fantasztikus környezetben, és remek emberek, akik erre a bulira eljönnek és szeretik a rockzenét, tehát biztos, hogy írtó jól fogjuk még jobban érezni magunkat, mint most. Minden koncertre próbáljuk úgy összeállítani a programot, hogy azért mindenki megtalálja a kedvére való dalt, mindig régi dalok, új dalok, úgyhogy most is egy ilyen összeállítás lesz, hogy reméljük, hogy senki nem fog csalódni, és mindenki megtalálja a saját kedvenc dalát, de régi dalok, új dalok, vegyes felvágott lesz ma este is. Van rá, nézzed az ördögöt, segítsd el munkát!
A fesztivál negyedik napján továbbra sem tántorított el senkit a nagy meleg, hogy az erre a napra tervezett koncerteken részt vegyem. Ennek a napnak a fő jellemzője a nemzeti színű zászlók lengetése, melyből egyre több és több lobogott a gyenge esti szellőben. A délután a Nemzeti Hang koncertjével kezdődött. Nem félek már senkitől, az útrövősnek van erő. Míg bírom, menetelek, tudom csak, hogy győzhetek. Szakadjon le most az ég, jöhet bármilyen szembeszél. A vélem visz előre engem, mert én vagyok, figyelj! Sziasztok! Először is szeretném üdvözölni a Fonyó TV nézőit. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat a színpadon, ha bár egy picit meleg volt, de azt gondolom, hogy bírtuk kőkeményen. Hihetetlenül meglepő érzés számunkra, hogy ennyien eljöttek már ilyen korai kezdésre, és tök jó látni, hogy ennyien szeretik ezt a zenét, mert elvégre ez a zene tartja össze, úgymond, a közönséget és az egész, úgymond egy család. Tehát jó volt, nagyon szépen köszönjük nekik, hogy eljöttek. Kapuját fájó szívvel hagytuk el. Zakatolt a vonat, a korhattal fákot, nyepert partjain talált rám a reggel. Szent Anna napján első tűzvonalban, volt világos éjszakán, étlen szomjan. Húztunk a hóban, látszta a fasnyomban, reszketett estünk a mínusz 40 fokban. Jégvirág nyílik a plakán, elment már régen messze jár. Várja őt vissza folyó rég, tűz csak tűznap. Jégvirág nyílik a plakán, elment már régen messze jár. Várja őt vissza folyó rég, tűz csak tűznap. Az este további fellépői a Rudán Joe Band, a Kárpátia és Kalapács szinte egy csapatként készülődtek a backstage-ben, olyan régi barátság köti össze őket. Jó meleg van, próbálom kicsit lightosabb dalokat játszani, hogy ne kell annyira headbangelni vagy megszakadni az éneklésben, a zenélésben. Hát a megszokott program lesz, ugye a két szólólemezemből az anyagok, a dalok, azon kívül ugye egy-két klasszikus lágát se hagynánk ki a régi idő rock zenéből, gondolok itt egy-két Deep Purple dalra, vagy egy Led Zeppelin dalra. Hát figyelem mindig a közönség reakcióját, és akkor próbálom ahhoz igazítani a programot. Nem szoktam általában fix programot írni. Sietek haza két kicsi lányomhoz. Mondjuk már éppen nem érem őket, de adok nekik egy puszit. Zord fejves erdő, a királyhádor, csúcsuk, ahol ha játszik. A Szent Anna tükré, a kemen a fény, csillagunknak látszik. Ugyani répe jár itt előtte, s ővel meg annyi hősen. Írók költők emlékei, rendben öreg kérzem. Állok még jó hazám, szívemnek vége. Kárpát a karja közte, vagy a gyönyörűségek. Szívemnek vége, Kárpát
Hogy érzitek magatokat így a negyedik napon? Hát józanul elég jól. Én is nagyon jól. Ma lesz a legjobb, a Kárpátiát várjuk legjobban. Balatonkeresztúron foglaltunk szállást, Szolnokról jöttünk egyébként, és tavaly is itt voltunk. Aztán, hát nem tudom, nekem a pokolgép tetszett a legjobban tegnap, azt nagyon értem, most meg majd kiderül. Honnan érkeztetek? Mi Tóna megyéből érkeztünk, Cikóról. Szekszárd mellől, kis faluból. Melyik koncertre jöttetek? Hát a Kárpátiára inkább, de itt voltunk mind a négy napon, itt meg vagyunk. A nemzeti hangra. Nemzeti hang. És így tovább, és így tovább. És hogy éreztétek magatokat eddig? Eddig nagyon jó, szuper a buli, minden jó. Nagyjából mondhatjuk azt, hogy kipihentük, hát még ugye mai estére is még kellett tartogatni erőt, de én úgy érzem, hogy felejthetetlen, emlékezetes, örök, és nagyon jó volt. Én voltam az ötletgazda, úgyhogy jó, hogy lepasszolt. Minden évben itt vagyunk a Rock Balatonon, és tavalyra terveztük az esküvőnket, akkor nem úgy alakult, ahogy akartuk, és pont jöttünk le. Hát mondom, most násznépet összehívni, éttermet foglalni, mindenet ettől jobb úgyse lehetne. Itt érezzük jól magunkat, itt önfeledten, szabadon, úgy, ahogy azt elterveztük, és innen jött az ötlet, hogy akkor itt megtartjuk a hivatalos részét, és utána itt mindenkivel közösen együtt ünnepelünk. Szép hely, nagyon szép, mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy jöjjön ide nyaralni, pihenni, mert nagyon jó. Minden szempontból a mólón lévő panorámakerék, az a szívem csücske, az egy nagyon jó ötlet volt, gyönyörű a kilátás, én az árakkal is meg vagyok elégedve, és nagyon kedvesek az emberek. Igazából az összes lemezről, tehát a 17 lemezről, mindegyik lemezről legalább egy dalt fogunk játszani, ugye sokat az új lemezről is. Mindig lesz valami, tehát valami tartogat egy Kárpátia koncert, amit ugye a buli alatt találunk ki, hogy lesz biztos valami. Még nem tudom, hogy mi pluszban, de lesz. Minden egyes koncertet nagyon-nagyon szeretünk. Hát most ilyen tóturnénk van, mármint a hétvége, mert kezdtük a Tiszatónál, Abátszalókon, tegnap Bánkitónál játszottunk, most meg a Balatontónál játszottunk. Hát a legközelebbi terveink az 17-én jelenik meg a Bújdosó 2 című lemez, az ilyen népzenei átdolgozása, a Kárpátia zenekarnak 10 évvel ezelőtt jelent meg az első rész, most jelenik meg a második rész. Úgyhogy ez a legközelebbi tervünk, tehát ez a jövő héten jelenik meg. Aztán tehát idén volt a Szijjártó Zsoltinak egy szóló lemeze, volt egy Kárpátia sorlemez, ez volt egy dokumentumfilm rólunk, illetve még decemberben jelenik meg a Beck Zolinak is egy ilyen szerzői lemeze. Úgyhogy, tehát 4 lemez, egy film. Istenben hinni, barátban bízni, családért élni, hazáért halni. A legfontosabb értékelnivaló szerintem, ami a legfontosabb, hogy a fonyódiaknak szeretnék megköszönni a türelmét, hogy ezt a 4 napot így elviselték. Próbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez valóban elviselhető legyen, tehát évfélkor legeslegkésőbb minden nap lehúztuk a rendezvényt, és még egyszer köszönet nekünk, ez a legfontosabb most.
nagyjából is számokat tudunk mondani, hiszen még folyamatosan zajlik ugye a beléptetés. Most lesz a legjobban várt koncertje ugye a rendezvénynek, tehát ez a következő egy-két óra még azért meghatározza a végeredményt. De azt el lehet mondani, hogy a város lakosságánál többen látogattak ki a Rock Balatonra. Minden rendben lezajlott, eddig kettő koncertünk van már csak vissza, a mentőknek nem volt dolguk, egyetlen egy horzsolás volt, a biztonsági öröknek nem volt munkájuk, úgyhogy biztonságban és épségben minden lezajlott, rengeteg ember volt, szerintem nagyon jó koncerteket láthattak az emberek. Nagyon meleg volt, de ezen is túl vagyunk, és úgy érzem, hogy egy jó sikerült rendezvényt sikerült Fonyódon most megtartani, minden balhé nélkül. Ez a Rock Balaton, ez egy nagy baráti társaság, ugye az egyik internetes közösségi portálon is külön csoportok szerveződnek a Rock Balatonra, nagyon sok baráti társaság érkezik ide. Ilyenkor, amikor a rendezvény utolsó napján vagyunk, lehet azt mondani, hogy várják, mikor hirdetjük meg a következő évi rendezvény időpontját, hiszen azonnal szállást foglalnak, szabadságot ütemeznek, hogy itt tudjanak lenni, és tényleg egy nagyon jó baráti társaság verődött össze Fonyódon az évek alatt, de ez igaz a zenekarokra is, hiszen az előbb például Rudán Joe lépett fel a Kárpátia zenekar előtt, a Kárpátia zenekar után pedig Kalapács Józsi fog fellépni, aki mikor meglátta, hogy Rudán Joe-ik énekelnek, felment a színpadra, és egy rögtönzött duettel szórakoztatták a közönséget, tehát tényleg nagyon-nagyon jó baráti hangulat van mind a nézők, látogatók között, mind pedig a fellépők között. Ugye egy nagyon barátságos rendezvényről, fesztiválról beszéltünk a Rock Balaton kapcsán. A közönségnek közel az 50%-a az biztos, hogy családos, és azok gyerekekkel jöttek. Egyelőre semmit nem tudunk, mert tényleg még mindig tömegek özönlenek be, és még két koncert vissza van. Minden idők egyik legsikeresebb Rock Balatonját zártuk, és most nekünk a következő, hogy holnap mi után elbontjuk a fesztivált, előre nézni, hogy mik voltak azok a gyenge pontok, amit javítani kell a jövő évi Rock Balatonra. Az idei évben először szerveztünk egy véradást a rendezvény ütőnapjára, amely nagyon sikeresen lezajlott. Kb. 30 liter vért adtak az emberek, és tényleg a véradók is nagyon köszönték ezt a segítséget, hiszen ez a vér már aznap este a kórházakban volt, és biztos, hogy nagy segítséget tett az arra rászorulóknak. Ez mellett a tavalyi évben újdonság volt, idén pedig megtartottuk ismét a Sörsátó programjait, hiszen a élő zenekarokról van szó a Rock Balaton, csak élőben játszanak a zenekarok, és a zenekari beállás között egy rock diszkó, ami fogadta a vendégeket, és ez is egy nagyon sikeres program volt. Nagyon sok helyi, környékbeli és nyaraló látogatott ki a rendezvényre, ismert közéleti személyiségek, sportolók, újságírók, ők is fontosnak tartották, hogy megnézzék a Rock Balaton programjait. Ez nagyon jó a városnak, hiszen az egész országban hírét viszik, hogy Fonyód egy nagyon szuper kis nyaralóváros, családias település, és ugye a strandfejlesztések is elkészültek, hál' Istennek, úgyhogy lehet azt mondani, hogy a Rock Balaton is a családok programja lett, és a családokat vonzza Fonyódra, hiszen ez a város hosszú távú koncepció, hogy a családosoknak kínáljunk minél jobb feltételek mellett nyaralási lehetőséget. És ami még nagyon fontos, volt egy esküvő a Rock Balatonon. Tehát volt a templomban, volt ugye a templomi, majd a pár lejött és itt fotózkodott, illetve hát ők a nászútjukat is Fonyódon töltötték. Hát annak csodájára járt a média is, és az emberek is, hogy mennyasszony és vőlegény, tornacipőben, az első sorban. Még a színpadra is felhívta az egyik zenekar őket. Tehát az brutál, tehát 10 éve szervezünk rendezvényeket az ország minden pontján, és ez minket is meglepett, hogy egy esküvő egy rockfesztiválon, de nagyon bejött. És zsár, torfanyból eredő gyámaság. Kisztereg, forra vél, tűzvihar, forgó szél, itt letett meg a vilaj bátorság. Mert a kettő mindig egy, csak a szíved mondja meg, merre tarts, hogy a jó boldogra állj. Aki sohasem vert, csak a félelem markában vergődő, vékeny játékszer. S a bátor az, aki fél ugyan, de tiszta erőből él, az nyer a figyel. Vandában hős, aki fél,
végzete a rettegés, a lelkében örökös sivárság. Alapvetően egyszerűen igyekszünk egy ilyen relatív változatos programmal a fesztiválok közönsége elé állni, és azért alkalmazkodunk egy kicsit mindig a helyszín adottságaihoz, a pillanatnyi saját és a közönségünk hangulatához. Tehát sajnos, ez nem nekem, inkább a zenekarnak, időnként meglepetések érik a bandát, hogy mit konferálok be. Én nagyon szeretem a fonyodi közönséget, az egyik első, vagy talán lehet, hogy a legelső fonyodi koncerten olyan korán voltunk, és körülbelül ugyanilyen rekkenő hőség volt egész nap, vagy még rekkenőbb. Még emlékszem, Erdélyből érkeztünk ilyen alvás nélkül, és valami délután 5 órakor, vagy ilyesmi játszottunk. Én azt hittem, hogy itt néhány lézengő ember lesz csak, és akkor is nagyon-nagyon jó közönség várt minket. Sokan voltak, és bírták a strapát velünk együtt. Nem csoda, mert mi megszoktuk, hogy bírjuk a melegben, de azért a közönség ezt nem mindig tolerálja olyan jól. Nagyon-nagyon hálás, jó érzés, hogy hóban, fagyban, esőben, sárban, melegben, kánikulában itt vannak mellettünk. Így hajlott koromnál fogva, én jobban szeretek már 8-9 óra körül fellépni, de hát itt most így jött ki a lépés, hogy mi vagyunk az utolsók. De egyébként számomra nincsen sem rangbeli, sem bármilyen jelentőség. Én azt hiszem, hogy aki ma fellépett, mindenki headliner volt, úgy érzem, a közönség is így gondolta, hiszen már az elejétől itt voltak szép számmal. Mint halálig rock and roll. Igazság ellen illúzió, fogyaszt és patkány, ez a világ illúzió. Művész mutatvány, valóság ellen hallgató, a semmi nem ad már, ezt nélkül is kapható. A hétfejű sátához, első számú bálvány! Életre sáros a tegnap született bárány! A sorrumába egy rég letűnt a tarkány! Lulas magyitól, tönkremen, ne se ország! Igazság ellen vízió! Fajasz kis patkáj, ez a világ illúzió. Művész mutatvány, valóság ellen hallgató. Semmi nem ad már, recept nélkül is kapható. A kezek, hey! A koncertek idén is óriási sikernek örventek, a fesztivál mind a 4 napján tombolt a közönség. Jövőre újra nyílnak majd a Rock Balaton kapuival.